A hátsó biztonságon, a labdajáratáson, a támadások felépítésén már az első percekben látszott, hogy a tavalyi ezüstérmes Szent Lőrinc az erősebb csapat. Annak ellenére, hogy a kezdőcsapat fele kicserélődött náluk a nyáron, míg a hazai UFC-nél együtt maradt a társaság. Igazodott is ehhez az alaphelyzethez a szekszárdi UFC, amely a kapu előtti terület levédekezésére fordított hangsúlyt. Sikerült megakadályozni a Szent Lőrinci zicserek kialakítását, de az első félidő nagy részében állandóan gólveszélyben volt az UFC kapu. A 27. percben az oldalvonal mellől Juhász becselezte magát egészen a szekszárdi ötés feleség, amikor Márton Erik az utolsó pillanatban mentette meg csapatát a góltól. Tesztelték többször is a baranyaiak a szekszárdi kapuvédő formáját, Szűcs Krisztián még az első játékrészben legalább három alkalommal védett határozottan gólveszélyes helyzetben. A 33. percben már csak vele állt szembe Vajda, de a szekszárdi portás jó kivetődéssel megoldotta a helyzetet. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott, az UFC többet tudta birtokolni a labdát, és már ha a gólhelyzetek kidolgozására még nem, de több szépen felépített akcióra tellett DNS Pál csapata erejéből. Az 54. percben Péter Attila kecsegtető helyzetbe került a Szent Lőrinci kapu közelében, de a hátvédek még bele tudtak blokkolni a lövésbe. Noha a Juhász Leba Harsányi hármasból induló vendégkontrákban így is több volt a gólveszély, ám így is okkal reménykedtek a szekszárdi szurkolók, hogy az értékes egy pont bizony meg lehet, kis szerencsével a legvégén talán az esetleges talált góllal a bravúr győzelem is. De éppen ennek ellenkezője történt, mintha igazságot akart volna szolgáltatni a sors. 5 perccel a vége előtt ugyanis végül is egy szerencsés góllal el tudta vinni a 3 pontot a Szent Lőrinc. Történt, hogy Királyházit kulcspozícióban kicselezték, s közelről beívelt labda a szekszárdi kapu torkában magasan felpattant. Keresztes mindenkinél magasabbra ugorva megszerezte a Szent Lőrinc egyébként a játék összképe alapján megérdemelt győztes gólját. Majd az első félidőben megvoltak a helyzeteink, másodikban nem, de az elsőben volt 3 zicserünk is, sajnos ezzel hadilában állunk, mert mindig saját magunk tesszük nehézzé saját magunknak a mérkőzéseket. Nincsenek kimondott befejező csatáraink, góllövőink. Most is a belső védőnk került egy olyan szituációba, annak van szerencséje, aki többet tesz érte. Felkészültünk az ellenfélből, tehát tudtuk, hogy mire számíthatunk. Alkalmazkodtunk hozzájuk, de úgy igazán az a mi játékstílusunk, tehát lehetett látni, hogy ez a kombinatív rövid passzos játék. Igen, és hát a hibák mindig becsúsznak sajnos a végjátékba, tehát az utolsó passzoknál, ezen kell dolgoznunk, illetve a góllövésen. Az első fél időben elég nagy nyomást gyakorolt ránk az ellenfél, de ennek támadásait sikerült hárítani. Úgy gondolom, hogy ebbe a részbe a srácok mindenképp dicsérhetőek. Azt sajnálom, hogy a kontrákra erőnk nem futotta, de úgy gondolom, hogy a fél időbe azért még ennek ellenére sikerült biztatni a sászkat, hogy ebből majd előbb-utóbb ki fogunk tudni jönni. Hát a látottak alapján a másik fél időre azt mondom, hogy kegyelítettebbé vált a játék. A mérkőzés rámutatott. A bajnokságot nem rosszul kezdő, 3 győzelmet már begyűjtő szekszárnak abban kell fejlődnie, hogy a jobb csapatok ellen is a mostaninál hatékonyabb támadójátékra legyen képes. Megközelítőleg olyanra, amit a hozzá hasonló és a gyengébek ellen az 5-8 helyek egyikére pályázó csapat az NB3 középcsoportjában már bemutatott.